Sziasztok! Újabb nap, újabb modell, újabb bemutató, ami nem más, mint az, amit a címből kivehettetek, az osztrák 10-20-as villanymozdony. És akkor itt ki is kapcsolhatnám a videót, mert bemutattam a modellt, de nem. Ugyanis az igazi modell ott érkezik. Mit érdemes tudni róla? Első ránézése, amit mindjárt mutatok is, hogy nincs rajta zárfény, ha jól megnézitek az elejét, míg ez persze nem, hangsúlyozom, nem a modellbolt hibája, hanem a gyártóé. Egyel visszább, mindjárt mutatom. Mondjuk leszűkíteném a keresést, egyből másabb lenne a tényező. Szóval, ha megnézzük, annak ott bizony elő van zárfény, ott a fülke fölött van egy kis lámpa. Megnézzük őt, fülke fölött nincs lámpa, és nincsenek zárfények. Hopp, az egy új volt. Mondjuk az értékéből mit sem von le, viszont ez így nem tudom mennyire fog látszódni. Ha fölkapcsolom a fényszórót, kedves kamera, egy kis fókuszt kérnénk, és nyomok már egy F5-öt, akkor van fülke világításunk. Mondjuk ez most így nem nagyon látszik, talán így. Hát az a baj, világít ez a szutyok LED, hát a telefonon, és vagy így veszek föl, vagy úgy, de higgyetek el, működik. Ő is Plux 22-es, most idézi, ideiglenesen a szergénynek a dekódere van benne, de a részletek nagyon gyönyörűek, még sok minden nincs rajta. De középre, oda hiányzik egy kis sárga kapaszkodó talán, de amúgy szerintem nagyon kis pöpec modell. Régóta vágytam egy ilyenre, a kelet-német verzióra legfőképp, de a feliratok jól olvashatók rajta. Külön vannak fémtáblák. Ugyan. Én nem fókuszálsz rá a kamera. Szóval, hát talán ott most majd látszik. Van ez a kis pöcök. Ez, ami a helyén tartja az áramszedőt. Ez úgy lepatintja a festéket a karról, mint állat. Úgyhogy az egy hibája van a gépnek. Amúgy a rugó az nagyon erős.
Mindjárt ki is pattintom. Tehát ott látszik is, hogy lejött a festék róla. Hát, modellhez képest jelentős erő kell, hogy lenyomd. Úgyhogy nem kis komoly szerkezet. Hát ez a videó is csak ennyi lett volna. Köszi, hogy megnézted. Szia!